Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez itt az Iron Fury végigjátszásomnak a következő része. Szegény játék, annyira hányattatott sorsú, ma nem is tudom, több mint egy éve, hogy elkezdtem játszani vele, már lehet van másfél éve is, és egyszerűen nem jutok a végére, pedig már eléggé a végén vagyunk, szóval szerintem most már egy olyan 2-3-4 rész múlva ki lesz írva az, hogy vége van, be lesz fejezve. De hát mindenféle szírszar közben jött, ugye, stb. Hát igen, eléggé FPS túltengés van most a csatornámon, de hát ezt szavaztátok meg. Meg most ugye a Doom 3-ot is most jutott eszembe visszatölteni, aztán közben a Patreonon most ugye a Doom 1 megy, akkor itt az Iron Fury. Ja, aztán most a Doom 1 befejeződik Patreonon, akkor itt is elkezdődik megosztódni lenni ugyebár. Na mindegy, Iron Fury, indítsuk akkor el, várjál csak, akkor átrakom ide a monitort, na, legyünk profik. Jobb. Azt mondja, hogy akkor ezt átrakom ide. A furcsa ikon jelent meg a másik monitoron. Na, jól van, akkor indítjuk el az Iron Fury-t. Start. És olyan hosszú kihagyás van, komolyan mondom, hogy most teljesen vissza kell még szoknom a dolgokhoz. Na. Oké. Na szóval nézzük meg, milyen fegyvereim vannak. Jó, pisztolyka. Sörétesből nem sok van. És akkor így lehet ugye töltényt cserélni. Ja, hát akkor most szerintem töltényt is cserélek. Azt mondja, hogy igen. Dupla uzi. A szimpla uzi az jó. Akkor ez a nagy ágyú. Fegyverű, gránátból van 25. Aha. Na jó, hát akkor figyelj. Próbáljuk így. Nézd, már tudom, mi fog történni. Ahogy bizony. Na várj. Now. Kis töltény. Fú. Kajáltam. Jó, bekajáltam, ma megint. Meggyulladsz. De hogy mitől ilyen gyulladó töltényt lő ki ez? Nem, nem tudom, hogy valóságban létezik ilyen. Miért combol lőtték? Na mire menjünk? Szóval a szikletek, az nézzük a szikleteket közben ezerrel. Most nagyon-nagyon belemerültem egyébként a pályaszerkesztésbe, ugye a Spesszel közösen készített játékunknak a pályaszerkesztésébe. Egész, egyre jobban kezdek ráérezni a dolgokra. Jaj! Ja, ne felejtsük, hogy legnehezebb fokozaton kezdtem el ezt a játékot is. Nem annyira nehéz, mint a Sirius-szem. Na. Pusztuljatok meg! Igen. Hú. Na várja, ez itt zárva van? Igen. Te jó ég! Én is ilyen kis rövid sorozatokat kell lőni. Jajaj. Ezek a rakéták rohadt kemények amúgy. Főleg, hogyha az ember backupja őket. Now! Na hol vagy? Nagyon sötét van ezeken a pályákon, hallod? Na, pusztulj! Now! Na jó, azt mondom, hogy jobb, hogyha előre rohanok és lerohanom őket. Előre szaladok és lerohanom őket. Egy csöpögő fos. Nézd oda. Világító fos. Assza. Nem tanált.
Jó lesz, szórakozok én. Ráír, még itt is van valami. Oh! Sörétes puska lőszer. Remélem, hogy jól lehet hallani az izét. A zenét. Most úgy állítottam be, hogy lehessen egy picit erőteljesebben hallgatni, mint az izét a lövöldözés, mert végülis mégiscsak az a lényeg, nem? A zene. Bár kinek mi? Nyami, nyami. Jó volt ez. Iron Bow. Oh yes! Cluster pack. Cluster puck. Igen. Mi van ide írva? Mi? Nem tudom elolvasni. Kolla. Listen. Kolla. Rotten listen. Nem tudom mi ez. Playbot magazin. Hát igen. Kislányok Playbotot gyűjtenek, a kisfiúk meg Playboyt. Na, hol van az a szörnyűség, amit le kell rohannom? Láttad-e a reflexet? Pöcsön lőttük. Ezt nem is tudom, itt van, vagy igen? Lehet, hogy tudtam. Bújj! Plusz 20 életerő, na várj, akkor ezt inkább majd később veszem fel, mert most még duskálunk. Ez az. A lényeg az, hogy durranni kell. Ide szerintem nem lehet lemenni. Ja. Viszont mérgező. Mérgező lötyi. Aja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 j
Egyik legnehezebb ellenséget egész frappánsan elintéztük. Lehet, hogy lesz még egy. I like the way you die. Ez a vízéből volt egy ilyen idézés a Django Unchainedből. I like the way you die, boy. Ezek a színes fények. Tényleg az van, hogy lyuki egészítőnkben még majd ránézhetnél valamikor majd ezt vesz, hogy miért nem színezi a mi fegyver modellünket, idézőjelesen modellünket a színes fény, tudod? Mondtad, hogy ez valami palettával van összefüggésben a cucc. Jaj, ne! A bombát az be kell osztani, az jó. Ez az. Durranni kell. One shot, one kill. Ó, bombicskó. Na jó. Most szándékosan csinálom ilyen lassan, meg ilyen... hányat tartottan. Mert ez nagyon-nagyon könnyű megdögleni ám. Úgy érzem, hogy jön egy ilyen erősebb szörny. Dunatenter, csak az a skinnyír. Ó, te jó ég, mi van ott? Na, ügyesen kell megoldani. Oh.
Durrantál? Ha-ha. Szeretem, hogyha durransz. Na. Sörítesse fel. A pisztolyból is most már van egy kis lőszerünk. Ez egy kicsit lassan forog. Mi lehet az oka ennek? Door control. Oh yes. Now. Ott jövőig. Meg fognak ölni. Ó, nézd, van annyi lőszer. Aha! Cicin lőttek. Ja nem, azt hittem, hogy a távolban van egy szörny. De nem. Azok páncéldarabkák. Na mindjárt felszedjük. Azon gondolkodok, hogy mi mit kéne. Felszedjük ezt az életerőt. Ne árvalkodjon itt. Páncélban nagyon jól állunk. Úgyhogy nem tudom, erre elmegyek. Itt lehet, hogy most jön egy ilyen nagy szörny. Nem. Oké. Okay. Valamit látok a távolban. Ez az. Now. Aha. Hú, fejlővés volt a javából. Ez az álmos gameplay. De nem, itt tényleg nagyon óvatosnak kell lenni. Még most ugye nagyon profi lennék, hogyha már ezerszer játszottam volna ezzel a játékkal. Akkor, ajjaj. Az más lenne. Akkor előre mernék szaladni. Még ilyen fokozaton is, de hát... Másodjára viszem a játékot. És ilyen fokozaton még nem vittem. Újjúj. Nagyszerű. Igaz, ebből a gránát, ezt a gránátot ezt tényleg arra kell használni, hogy a komolyabb ellenségekre. Au. Nice. Ez az. Van egy érzés, hogy most már ugye közeledik a pálya vége. És pici morrowindes hangeffekt beficcent. Ezt ki lehet nyitni szerintem, nem? A spritekből van összerakva? He. Ilyen 45 fokban elforgatott spritek. Lehet. Nem mindig. Jaj, ne! Hm.
Hát van egy ilyen sebzeme. Nem hiszem. Nem úgy néz ki. Hát ez félig meddig mák volt. Got another one. Dodge this. Dodge this, motherfucker. Ow. Bitch. Heisenberg. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Na, itt ezt nem lehet kinyírni. Alright. Ah, gyerekek. Road closed. Engem az nem érdekel. Erre kell tovább menni, csak most azt nézem, hogy itt mi van. Félelmetes helyszínnek nézünk elibe. Azt mondja, ennél több jön. Működő villanykapcsoló, azért ez fantasztikus. Szeretjük. Lockdown. Na várj, most lehet, hogy erre kell még is csak tovább jönni. Jajjaj. Úgyhogy akkor lehet, hogy először mégis csak megnézzük, hogy mi van ide át. Remélem, hogy nem valami rohadt megy szörny. Pancélovics. Ja, aha, erre kell majd tovább menni, csak először ezt a szerelvényt el kell mozdítani. Na, ez életelő pakot még nem vesszük fel. Gate A control. Ajajajajaj. Bombicsku. De most ez... Na, nem baj, megoldjuk. Thank you.
Eléggé megcsapott az életerő. Hát kicsit visszamegyek körülnézni. Hál' Istennek mindig van cuccmók. Erre volt még itt életerő. Aha. Hát igen, a páncél az nem sokat ér ebben a játékban, ezt már milliószor elmondtam. Ez tényleg így van. Egy robbanás az leszedi az egészet szinte. Úgyhogy annyira azzal nem is foglalkozok. Na, mindegy, menjünk tovább. Van életerő, úgyhogy most ez jól jön. Ez mindig le van zárva. Bombicska. Na nézzük! Gyugnukem és robbanó töltetek. Jó, hogyha felrobbantom. Semmi. Nothing. Életerő visszatöltő pack. Egy kis kóla. Na várj akkor. Mit kéne? Egy falba lövök bele. A saját magamat is sebzem. Egyébként ez a durva. És nem azért, mert hogy visszapattan a lőszer. Gellért kap, hanem mellé egy tűz alapú ez a gépfegyver. Tehát például pisztolyjal nem sebzem magam közelről, úgy tudom. De meg is nézzük. Hát ez? Látod, köcsögő. Személyi levonó. Tudom is felvonó, hanem levonó. Annyira idefele meg akarom inni ezt a tetét. Jep, meg ezt is. Én nem tudom mi amúgy, energiaital. Jó az, jó az. Itt van egy automata, ez majd később lesz jó. Ide ment egy ilyen létre. Na akkor még lehet, hogy erre kell. Coolant and power controls, oh yeah. Ja, mégis kell erre kell jönni. Ajajajaj, itt biztos lesz valami. Húha, itt ugrabugrálás lesz. Ah. Könnyű célpont volt. Talk shit, get shot. Thank you.
Újra emlékszek erre a részre. Nem szerettem. Eltévedtem. Jó. Hát ez hol ment? El kell googolni, állom. Nincs jó rálátásom. Jújjúj. Te jó ég. Ezek lőnek. Ezért víz alatt kell majd bolyongani mindjárt. A Half-Life ruhát fel kell venni. Igen, hát ez azt mondom, hogy lehet víz alatt is lenni egy darabig, meg a sugárzás ellen is véd. De csak rövid ideig, kb. Egy percig, vagy másfél percig. Először is még nézzünk itt körül. Menu override. Yeah, door control. Nem baj, legalább itókaink vannak, meg sült burgonya. Nem egy ilyen finomságok. Jaj, milyen megdöglünk, he? Ez így nem jó. Sürgősen életerőre van szükségünk. Köszönöm szépen, ez nagyon is jól esett. Ez van még ilyen portábilis életerőnk is. Lehet egyet benyomok most. Na nézzük. Ó, itt is van. Fincső. A maxon vagyok Z-ból. És a Z-ből, a nyílpuskából. Mi van még itt? Itt erről jövök. Ezt mutatta a kamera, ezt a lenti járatot. Valamit itt kell csinálni. Bombicskuk.
Mennyi bombám van? 24, nem rossz. Bár bombából sosincs elég. Titkos hely. Dick's Secret Stash. Ja, nem olyan jó irányba jövök. Ugye megfulladunk, he? Úgy szerint jó irányba jöttünk. Itt is van egy ruha. Restricted area. Na jó, akkor haladjunk. Nem sokáig. Jaj, azért be kell kapcsolni. Új. Csak holografikus cuccok. Nothing there. Na igen, ezzel aktiváltam be a cuccikat. Na várjál, most akkor ilyen védelem maradt állunk, igen. De megvárom a következő kört. Ebben most kifutottunk egy kicsit. Hát azt mondom, hogy 5-össel fogunk menni. Na nézzük akkor. Valahogy így kell. Ah, mindjárt hallottak vagyunk. Valami ilyesmit kell pedig csinálni, lehet, hogy először a másik irányba kéne elmenni.
Jó irányba mentem én. Alapból. Hú! Lehet így lesz valahol az a szuper titkos cucc, amiről beszéltem. De lehet tévedek. Na mindegy, próbáljunk meg még egyszer. Az biztos, hogy valamit itt kell csinálni. Csak tudnám, hogy mit. Most itt átmegyek. Ja, most kijöttem, ha. Ez így nem jó. Itt bemegyek. És valamit itt kell csinálni. Ez a másiknál kell átmenni. De nem, ugyanazt jutottam ki. Nem jó. De mi lehet a feladat? Én múltkor is problémában voltam ezzel első végigjátszásommal is, hogy innen át tudok menni oda, innen oda, és onnan meg hova kell tovább menni, most ezt nézzük már meg, tehát tegyük fel, hogy ide, de egyet hogy jutok át? Itt ezben így, jó, átjutom ide, és akkor itt. Szóval van egyáltalán értelme annak, amit csinálni próbálok? Most visszafelé megyek, akkor nem tudom, hogy van-e értelme, lehet egyáltalán visszafelé menni. Lehet ebbe az irányba kell menni? Mi volt ez, penetrátor? A girl could always use a little extra protection. Pedig valamit itt kell csinálni. Nem értem. Na várj. A girl could always... Jó, akkor nem az első, elsőnök ebben mindenképpen. Igen. Itt az elsőnél megyek. Hát esküszöm utam, mi a töjt kell csinálni, mi a töjt. Lehet, hogy pauzálom a felvételt, aztán mindjárt folytatom. Hát nem tudok rájönni, hogy itt most mit kell csinálni, úgyhogy szerintem maradjunk annyiban, hogy valahogy utána járok. Átviszem, és akkor a következő résztől meg innen fogjuk folytatni, nem akarom most itt órákat elszarni ezzel.
Első végjátszásomnál is itt nagyon megakadtam, nem tudom miért. Az lenne logikus, hogy ide beúszni, és ott felúszni, és akkor itt végig lehetne járni, de akár mert milyen irányba mozgok, valahogy mindig ugyanott lyukadok ki. Vagy így végtelenség, megyek, aztán megfulladok, valamit nem veszek észre szerintem. Na úgyhogy akkor folytatása következik szerintem, mert ez így debbi a... Azt mondja, hogy mentés az sikerült. Hú, egyébként maga a játék az jó, szerintem, tehát nekem ízlik. Bármennyire is hány vetett sorsa van neki. Na nézzük meg akkor a jelenlegi támogatóim listáját, ami remélhetőleg általad is bővülni fog nem sokára. Sziasztok emberek, Oszkár voltam.